Jelenleg a főpróbák zajlanak a Báb Színház falai között, hogy december 18-án már minden a helyén legyen, hiszen akkor kezdik el játszani Máté Angi Volt egyszer egy kert című darabját, ami három mesét mutat be majd a nézőknek. Ez a legkisebbeknek készült ez az előadás, Máté Angi csodálatos meséiből, a Volt egyszer egy mesekönyvből. Három mesét dolgoztunk föl, ami a kertet járja körben. Az első mese az az almafáról szól, és egy kerek almáról. A második mese a süniről, aki nem szereti, hogy szúrós. És a harmadik mese pedig a kertészről, aki aztán felköszönti majd a kertjét a születésnapján. Az előadás rendezője elárulta, hogy egy igazán különleges darabot láthat majd a közönség egy felvonásban, ami a kicsikre való tekintettel 40 perces előadásnak ígérkezik. Ennek az almafának. Máté Anginak a világa egészen különleges, nagyon csodálatos költői meséket ír, metaforikusan megjeleníti a természeti képeket, nagyon izgalmas világa van, nyelvileg is, történetvezetésben is, és azt gondoltuk, hogy ez csodálatos lenne, hogyha ezzel találkoznának a győri gyerekek is. Aztán nappal mutatták magukat olyannak, amilyenek, pöffeszkedőnek. A darabot Ragán Edit és Bánki Sára adja majd elő, ami remélhetőleg sokáig műsoron lesz majd a győri Báb Színházban. Majd megint este? Megint.